Jó napot kívánok a kedves nézőknek, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most élőbe nézik az adásunkat, azokat is, akik majd később valamikor a Galileo webcast vagy a MOND honlapjáról nézik vissza ezt a programot. Néhány gondolatot majd az első előadás után szeretnék elmondani. Most minden esetre tisztelettel köszöntöm Ferenc Orsaját, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosát, aki az első előadást fogja tartani. Köszöntöm egyúttal persze az előadókat is, akik már remélem teljes létszámban itt vannak, és aztán néhány bevezető gondolatot majd el fogok mondani Ferenc Orsolya előadása után, mert neki akkor el fog kelleni menni. Átadom a szót miniszteri biztos asszonynak. Tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, részben a szervezőket, a résztvevőket, elnök urat, és külön köszöntöm a velünk az internet világában, most a virtuális térben összekapcsolódó hallgatókat, és rögtön meg is szeretném osztani a képernyőt, amennyiben technikailag ez megoldott, és elkezdeném a prezentációt. Az előadásom a magyar űrtevékenységnek az aktuális kérdéseit fogja végigvenni. A tavalyi évhez képesti haladást szeretném megmutatni az űrtevékenység iránt érdeklődő közönségnek. Ahogy ugye ez Magyarországon már elég nagy nyilvánosságot kapott, a magyar kormányzati szervezeti felépítésben az űrkutatás a 2018-as kormányzati ciklustól kezdődően a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál főosztályi szinten jelenik meg, és itt, mint miniszteri biztos, magam itt felügyelem szakmailag a területet. A főosztály létszáma jelenleg már 9 fő, tehát folyamatosan építkezünk, és az ESA delegációt is innen szervezük és irányítjuk. Az ESA delegációnk, tehát Magyarországi ESA delegációja pedig most már közel 20 fő, tehát azt lehet mondani, hogy egy jelentős szakember állománnyal tudunk megjelenni az Európai Ürügynökségben, és ezúton is szeretnék kifejezni köszönetemet a szakembereknek, amiért ezt a feladatot magas szinten ellátják. A Külgazdaság és Külügyminisztérium egy nagyon prosperáló kapcsolatot épített ki a Magyar Asztronautikai Társasággal, mint azzal a szakmai civil szervezettel, amelyik a legnagyobb elérést biztosítja az érdeklődők felé minden űrtevékenységet érintő és népszerűsítő témában, és ennek keretében nagyon sok területen tudunk együttműködni. Így például nagy sikerrel került idén lebonyolításra Magyarországon végre a CANSAT verseny, ami egy nemzetközileg is jól ismert lehetőség arra, hogy már a középiskolásokat bevonjuk a műhold építés világába, vagy legalábbis itt ilyen irányú képességeket kezdjenek el magukban kifejleszteni, és ebben a Budapesti Műszaki Egyetem Kozmosz köre a Magyar Asztronautikai Társaság segítségével és a KKM támogatásával nagyon sikeres versenyt bonyolított már le idén. Folytatódik az űrtevékenységhez kapcsolódó szakemberek, műhelyek és cégek bemutatására hivatott űrkörkép kiadvány éves szerkesztése a 2019-es után egy bővített és supervisor, tehát bővített és javított kiadással 2020-ban hamarosan megjelenik az újabb kiadvány, illetve tervezzük a jövő évi kiadványnak az elkezdését, a szerkesztésének az elkezdését is. És itt kérek mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy szeretné a tevékenységét itt megjeleníteni, az bátran keresse például a MANT-ot. Igyekszünk a magyar űrkutatást számos kiadvánnyal népszerűsíteni, és reméljük, hogy ezek a különféle fórumokon hamarosan nagy nyilvánosság előtt is megismerhetően elérhetőek lesznek. Nagyon köszönjük mindazon szakmai programokat, rendezvényeket, nyári iskolát, konferenciát, amiket a MANT szervezett és szervez folyamatosan. Úgyhogy, és az IAC pályázaton is igyekszünk segíteni a MANT-nak, hogy lehetőleg Magyarország erre a nagyszerű nemzetközi rendezvényre sikerrel tudjon pályázni.
Itt szeretném bejelenteni, hogy mivel kifejezett célunk az, hogy már a középiskolások, sőt, igazából az általános iskola felső tagozatos osztályaiból is már toborozzunk, rekrutáljunk az űrtevékenység, az űrkutatás területére fiatalokat, hiszen ha már valaki egyetemista, akkor már nehezebb ebbe az irányba mozdítani, mint ha már valaki középiskola óta az űrtevékenység, az űrkutatás felé orientálódik. Ennek jegyében szeretnénk egy olyan tematikai tanulmányi versenyt elindítani, ami kifejezetten arra épít, hogy ez a terület interdisziplináris, multidisziplináris, nagyon sokféle tudásanyagot integrál magába, és komplex feladatok formájában 14 éves kortól 2-3 fős csapatok és segítő tanáraik számára szervezünk a Magyar Asztronautikai Társasággal közösen tanulmányi versenyt. Ennek részleteire megkérem majd elnök urat, hogy legyen kedves majd egy pár fontos információt elmondani. A feladatunk között szerepel az is, hogy a magyar oktatást átszervezzük egy picit ezt a területet illetően, a téma területet illetően. Ennek része már az, ahogy említettem, hogy hangsúlyosabban tudjon majd megjelenni az általános és középiskolában, tehát a közoktatásban ez a tématerület. De nagyon fontos az is, hogy a felsőoktatásban meg tudjuk azt jeleníteni, hogy az egyébként nagyon jó kompetenciával számos egyetemünkön szereplő különféle a világűrhöz kapcsolódó terület most úgy tudjon megjelenni, hogy egy egységes képesítést tudjon azt szerezni, bármilyen területről induljon is az illető, akár a társadalomtudományok, akár a természettudományok területéről mégis tudjon kapcsolódni a világűr különféle területeihez, hiszen látjuk azt, hogy itt a jogszabályok, a szabályozás a gazdaság oldalától egészen a tudomány és a természettudomány és a mérnöki tudományok területéig, itt, és vagy az űrélettanon keresztül az orvostudományokig nagyon sok egyetem érintett. Nagyon örömteli számunkra azt, hogy a magyar sajtó által is ismertetett módon a Kárpátia-Szad ZRT nevű társaság megalakult, és reménytelivé vált az a lehetőség, hogy Magyarország belépjen azon országok egyébként egyre bővülő sorába, amelyek rendelkeznek önálló geostacionárius pályán álló kommunikációs és távközlési feladatokat ellátó műholddal. Ennek szakmai támogatását a Külgazdaság és Külügyminisztérium minden módon segíti, és igyekszünk egyengetni az utat, hogy Magyarország ezzel a képességgel lehetőleg 2024-re rendelkezni tudjon. Viszont kiemelt célunk az, hogy a lehető legtöbb magyar szakembert, magyar vállalatot, magyar egyetemet és magyar kutatóintézetet bevonjuk ennek a programnak a lehetőség a feladatai közé, tehát nagyon is szeretnénk építeni a magyar tudásra. Ahogy ugye szintén a sajtóból ismert, elindult annak a programnak az előkészítése, hogy reményeink szerint 2024 vagy 25, itt ugye azért az időpontok azért annyira nem könnyen meghatározhatóak, idejére újabb magyar tudományos űrhajós missziót tudjunk megvalósítani, tehát egy újabb magyar űrhajóssal gazdagodjon a magyar tudományos élet, és ennek keretében a Roszkozmosszal a tárgyalások során megalakult a Magyar-Orosz Tudományos Vegyes Bizottság, amelynek feladata a leendő magyar űrhajós küldetésének mind tudományos, mind szakmai, mind szervezési részletkérdéseinek végigtárgyalása. Ennek keretében három munkacsoportot is delegált a két oldal. Részben a már most folyó tudományos közös programokért felelős munkacsoport szakemberei alkotják az egyik alcsoportot, vagy albizottságot. A másikban azok az érintett intézmények és szakemberek ülnek, akik a következő tudományos misszió programjának összeállításáért felelősek. Itt három különböző tématerületre próbálunk fókuszálni. Az egyik az űrélettan, és nyilván ehhez kapcsolódóan az űrkémia és gyógyszerkutatás. A másik az anyagtudományok területe, a harmadik pedig
a Föld környezetének vizsgálatához kapcsolódó tudományos kérdések vizsgálata. A harmadik munkacsoport vagy albizottság feladata pedig az űrhajósnak a kiválasztása, kiképzése, kiképzőprogramjának koordinálása és az itt felmerülő kérdések. A nemzeti űrstratégiáról azt tudom jelenteni, hogy a véglegesítés státuszában van jelenleg az anyag, a most még munkaanyag formában. Szakmai véleményeztetést kértünk, és fogunk kapni hamarosan az Európai Ügynökségtől, az Európai Unió űrpolitikájáért felelős fórumoktól, illetve az MIT professzorától, vagy professzoraitól szintén kérünk egy teljesen úgymond Európától is független véleményt, vagy supervisingot, hiszen egy out of the box szemlélet az mindig nagyon fontos, tehát hogy legyenek olyan vélemények is, amelyek nem kizárólag a mi logikánkat tükrözik, és akkor lehet azt mondani, hogy az anyag tényleg igyekezett a lehető legtöbb szempontot figyelembe venni. A szakemberek, kollégák széles köre volt és van bevonva jelenleg is ebbe az anyagba, ennek az anyagnak a megalkotásába. Számos workshopot szerveztünk ahhoz, hogy ezek a háttéranyagok kellő mélységben meg tudjanak születni, és ez a folyamatos konzultáció azt segíti elő, hogy valóban a teljes magyar szakmai vertikum elmondhassa azt, hogy mire van szerinte szüksége Magyarországnak, amikor az űr politikáját deklarálni kívánja az elkövetkező közel egy évtizedre. A Külgazdaság és Külügyminisztérium mind a bilaterális, mind a multilaterális kapcsolatrendszerében az űrdiplomácia eszköztárát felhasználva számos kapcsolatot újított meg, vagy épített fel újonnan. A Roscosmos-szal ugye egy régi és jól funkcionáló kapcsolatot igyekszünk minél eredményesebben kihasználni, de az elmúlt egy év alatt 7 bilaterális egyezményt írtunk alá az együttműködésről Törökországgal, Izraellel, Portugáliával, Franciaországgal, a KNESZ-szel, Szingapúrral, Brazíliával, és első magánvállalatként a Virgin Galactic-kal. Mindegyik bilaterális kapcsolatunkba tartalmat is igyekszünk tölteni, tehát folyamatosak a tárgyalások a tartalommal történő kitöltésről, és újabb megkereséseket is kapott már a minisztérium nemzetközi partnerektől, tehát reményeim szerint ez a háló bővülni fog, és jövőre egy még nagyobb hálózatot tudok majd önöknek megmutatni. A multilaterális kapcsolatrendszerünkben a hangsúly, a legnagyobb hangsúly az Európai Űrügynökségen van, de emellett fontos az is, hogy az Európai Unió minden űrprogramjában kellő érdekképviselettel tudjunk megjelenni. Nagyon fontos az ENSZ keretein belül minden űrpolitikai kérdésben a magyar vélemény artikulálása, és külön figyelmet fordítunk a visegrádi csoporton belüli kapcsolatépítésre, hiszen ENSZ-t egyébként üdvözli minden nemzetközi partnerünk is, mert ha a visegrádi országok nagyjából együtt tudnak, szinkronban tudnak mozdulni egy ilyen rendkívül fontos területen, mint az űrkutatás és az űrtevékenység, akkor ez minden nemzetközi partnerünk számára is nagyobb lehetőséget biztosít. A költségvetési kérdéseknél szeretném elmondani, hogy bár ez az ábra, ez már meg lett újítva, 2018-ban még ennek az összegnek a felét fizette be Magyarország, amit aztán végül 2019-ben be tudtunk fizetni. Ezen az ábrán még 5,2 millió eurót várt az Európai Űrügynökség tőlünk 2019-re befizetésként, de jó hírként tudom jelenteni, hogy 8,5 millió euró körül fizettünk be 2019-ben már az Európai Űrügynökségbe, és 2020-ban ez még tovább emelkedett, 2020-ra a befizetésünk, és 11,7 millió eurót tudtunk az űrprogramokra fordítani. A 2019-es miniszteri csúcstalálkozón jelentette be Szijjártó Péter miniszter úr, hogy Magyarország megnyitja a legtöbb olyan opcionális programot, lehetőséget a magyar partnerek, kutatóhelyek, intézmények, egyetemek és cégek számára,
ahol fontos az, hogy Magyarországnak vannak kompetenciái, és ezt ki kell tudni használni. És ekkor dupláztuk meg, ha lehet így mondani, a költségvetésünket az Európai Ügynökség felé, és ezt a tendenciát kívánjuk továbbvinni. A Geo Return elv alapján ezt érteni kell, hogy ez nem egy nemzetközi szervezetnek a feneketlen kutyába dobált költségvetési hozzájárulás, hanem ez a pénz érdemben visszatérül Magyarország számára a megfelelően dinamikus kihasználás mellett, tehát ebből magyar cégek, magyar egyetemek, magyar munkahelyek tudnak ebben a high-tech szektorban működni. Úgyhogy ez, amit most így idén jelenteni tudok a hallgatóknak, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem önökkel. Nagyon jó munkát kívánok a nap további előadásaihoz, a konferenciához, és külön köszönöm Boterőd elnök úrnak a lehetőséget, hogy elmondhattam a gondolataimat. Köszönöm szépen. Én köszönöm az előadásodat és ezt az áttekintést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és elmondtad ezt az áttekintést, ezt a nagyon, nagyon impozáns programot, amihez én sok sikert kívánok, és remélem, hogy a következő években már igazi űrkutatás napján személyesen fogod tudni elmondani az újabb fejleményeket, hát akár 2024-25-ig magyar űrhajós ügyben, vagy távközlési műhold ügyben, és évente pedig azt, hogy az Európai űrügynökségből hogyan jönnek vissza ezek a befizetett összegek különböző sikeres magyar projektekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elbúcsúzom tőled, mert a hallgatóknak mondom, hogy neked már is egy következő programra kell tovább szaladnod, úgyhogy még egyszer köszönöm az előadást. És köszönöm, annyit tennék hozzá, hogy minden kollégának köszönöm, aki segíti ezt az eredményt, amit itt be tudtunk mutatni. Ez nem egyedül a Külgazdaság és Külügyminisztérium érdeme, bár nagy érdeme van benne, de mindazon szakemberek, műhelyek, szellemi műhelyek, egyetemek, cégek, akik képviselik hazánkat a különféle fórumokon, óriási segítséget nyújtanak abban, hogy Magyarország hatékonyan érvényesítse ezen a területen az érdekeit, és kihasználja a lehetőségeit, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, én is, viszontlátásra minden hallgató nevében, szervusz!